Hello, én Mixlevi vagyok, és folytatjuk az utazásunkat Zsófival, és a mai első helyszín, ahol megálltunk, a Weissensee, ami egy csodálatos, ja, lehet, hogy inkább megmutatom, csodálatos környezetű, hegyek között elterülő tó, és hát most azt találtuk ki, hogy itt a padon ücsörögve és a táj gyönyörűségében elmerülve, hát főzünk egy kávét mindjárt, ott ezt megteszem, hogy ezzel is bearanyozzuk a pillanatot. Zsófi elnevette magát, ekkor biztos vagyok benne, hogy jól fogalmaztam. Azt szeretjük az e-féle utazásban, hogy amikor csak úgy random meglátunk valamit, akkor fogjuk magunkat és megállunk, és oda sétálunk ehhez a vízeséshez. Egy nagyon jellemző dolog itt Ausztriával kapcsolatban, hogy mennyire kedvesek is az emberek. Hát nem nagyon van készpénzünk, mert azt gondoltuk, mindenhol lehet kártyával fizetni, ehhez képest alig lehet valahol kártyával fizetni. Na mindegy. Szóval kevés készpénzünk van, és itt hát belépőt szednek a vízeséshez. És 12 euró lett volna, de csak egy 10-es volt nálam készpénzbe, és azt mondtam, hogy jól van, akkor kaptok kedvezményt. És beengedett minket. Úgyhogy most megyünk a vízeséshez. Egy picike csalódás most ér minket, ért minket, már visszafordultunk, fel akartunk menni, van itt egy olyan hely, hogy Málta, Hochstrasse vagy valami ilyesmi, de ugyanúgy, ahogy a Grossglockner-es hágón, amin át lehet menni, és amin majd holnap vagy holnap után át fogunk menni, fizetős az az út. És most nem akartunk 20 eurót kifizetni azért, hogy egy órára fölmenjünk. Úgyhogy visszafordultunk, és folytatjuk az utunkat a meglepetés vendégem irányába. Csak egy pillanatra megálltunk, mert Zsófi lefényképez valamit. Hát én meg addig valami kis ilyen helyen hesszelek. És aztán kisvártatva folytatjuk utunkat. Itt vagyunk. Halló, wir sind da. Halló, Nummer 4. Igen. Halló, ott vannak az emberek. Mai sztár vendégünk Zoli! Hello, internet népe! Szevasz, bro!